Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Elmenjek? Persze! De én nem vagyok versenyző. A futás a lényeg. Mekkora a táv? 8 kilométer. Simán vállalható. Még nincs késő felkészülni. Vegyen ön is részt a szüreti futóversenyen. Több korosztály, a gyermekektől a szeniorig mindenki jöhet. Az első 100 befutó pólót kap. Szeptember 7 Kiskunhalas, 28. szüreti utcai futóverseny és 10. Kisroland emlékverseny. Mindenkit várunk Kiskunhalason a Semmelweis téren, 17:30-kor startol a mezőny. Mobiltelefonokat és pénzt is loptak. Ha értéket visznek a strandra, tegyék azt a széfbe. A Tinodin lassan végeznek, a Molnár utca környékén még sokat ennivaló. Ivó és szennyvíz hálózati felújítást végez a városban a Kiskunvíz Kft. Jótékony gazdák, tavaly 380 tonna liszt gyűlt össze a gyerekek javára. Örülnének, ha többször menne, ma Harkakötönyben volt elérhető a mobil kormányablak. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió szerdai élőhír összefoglalóját látják. Hiába rejtik törölköző alá értékeiket a strandolók, a tolvajok résen vannak. A múlt hét folyamán többször is értesíteni kellett a rendőrséget, mert telefonok, pénztárcák tűntek el a kiskunhalasi termálfürdő területéről. A létesítmény vezetője azt kéri az emberektől, ne hagyják szabadon értékeiket, használják inkább az ingyenes széfeket, így elkerülhető a bosszúság. A borús időjárás ellenére is vannak fürdővendégei a kiskunhalasi strandnak. Az utóbbi napokban azonban az önfelett szórakozás mellett voltak, akiknek bosszúságból is bőven kijutott, hiszen amíg a medencékben voltak, eltulajdonították értékeiket. Egy kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetőek az ilyen bűnesetek. Nagyon fontos, hogy aki gépjárművel érkezik a strandra, az mindenképpen jól zárja le a gépkocsiját, a gépjárművét, és látható helyen ne hagyjon értéket. Én azt javasolnám a kedves strandolóknak, hogy az értékeiket hozzák be a strand területére, és mindenképpen az értékmegőrzőben helyezzék el, a széfekben helyezzék el ezeket. Vannak olyan személyek, akik nem fürödni, strandolni jönnek ki a fürdő területére, hanem bűnt elkövetni, és az öltöző szekrényekben elhelyezett értékeket, pénztárcát, okmányokat, iratokat tulajdonítottak el. Nagyon fontos, hogy nem csak itt Kiskunhalason, hanem bárhol, ha nyaralunk, ha strandolunk, akkor keressünk mindenképpen zárható széfet, mert ez sajnos máshol is előfordulhat. A halasi létesítmény vezetője is azt kéri az emberektől, hogy használják a strand területén található széfeket, hisz így értékeik biztonságban lennének. Sajnos igen, több ilyen eset is volt a múlt hét folyamán. Négyszer-ötször kellett kihívnunk a rendőröket sajnos, és egy kicsit a vendégek felelőtlenség is hozzájárult, hogy ekkora értékek tűntek el, ugyanis a nálunk található értékmegőrzők azok a kaució ellenben ingyen használhatók, és nem veszik igénybe az emberek. Tehát ezt szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezt használják az emberek, főleg így, hogy ez ingyenes. Az általunk megkérdezett strandoló fiatalok azt mondták, eddig még soha nem használták az értékmegőrzőket, hisz úgy gondolták, elég, ha a táskájukba teszik a telefont, tabletet. Most itt a táborban vagyunk, és akkor a felügyelőinkkel vagyunk, akkor mindig itt hagyjuk a táskákat, értékeket, telefonokat, és akkor, amikor itt vannak, akkor ők figyelnek ránk, amikor meg nem vagyunk, akkor a táskába berakjuk. Telefon, tablet, ilyen dolgok vannak-e nálatok a strandon? Vannak, de azok is a táskába. És miért tartjátok azt fontosnak, hogy a strandra mondjuk telefonnal gyertek ki? Mondjuk, hogyha a szülők hívnak, vagy a barátok, vagy valami probléma lenne. A rendőrkapitány cseh kiemelt bűnmegelőzési főelőadója szerint az emberek többsége még napjainkban is a tipikus rejtek helyeken tartja értékeit.
a törölköző és a pléd alá rejtett kocsikulcs, pénztárca, telefonok, ezek is tulajdonképpen a bűnelkövetőknek kedveznek. Sem a hűtőtáska, sem a papucsokba rejtett telefon nincs biztonságban. Én azt javaslom a gyerekeknek is, diákoknak is, hogy a nagyértékű kütyüket, tabletjüket ne hozzák ki a strand területére, hiszen akkor áldozattá válhatnak. Újra a karámban lesznek a bivajok. Kisebb fajta látványosságá vált az elmúlt években a halasi bivajok jelenléte a Csetényi Parkban. Néhány hete több telefont is kaptunk, hogy eltűntek a jószágok a karámból. Rövid időn belül kiderült, hogy semmi gond, csak egy másik villanypásztorral elkerített területre hajtotta őket Fehér Péter. Ez a kiruccanás egészen máig tartott, most ugyanis visszaterelték a bivajokat a náddalsással benőtt Csetényi Parkba, hogy folytassák a terület rendbetételét. Az állatok az eddigi tapasztalatok szerint a legkörnyezetbarátabb módon lelegelik és letapossák az elburjázó növényzetet. Két helyszínen zajlanak szennyvíz és ivóvíz hálózati rekonstrukció Kiskunhalason. A Tinódi utcán a csapadékos időjárás nehezítette egy kicsit a csatornafektetési munkákat, ezért nem végeztek még, az út azonban már mindkét sávon járható. Az Adi, Molnár és Holló utcákban több száz méternyi új vezetéket fektettek le eddig, ott még van bőven tennivaló. A szennyvíz csatorna rekonstrukció a Tinódi utca félpályás lezárásával járt. Erre még időben táblák jelzések figyelmeztették az autósokat. A kivitelezést végző Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Dolgozói tartották az ütemtervet. Így mostanra már járható az úttest mindkét sávja. A szokatlanul sok csapadék miatt maradt hátra némi földmunka. Az utolsó stádiumban van a projekt, az utolsó előtti stádiumban a telephely beköti vezetékét kéne elhelyezni, csak akkor esőt kaptunk itt az előző napokban, hogy a munkárok teljesen telement vízzel, emiatt olyan sár van, hogy nem, még ki nem szárad, addig nem tudjuk lefekteni az utolsó szál csövet. Ezébként még ami hátra van, hogy a jelenleg burkolat helyreállítás, ez úgy történt meg, hogy zúzott kővel, stabilizáljuk a burkolatot, hogy járható legyen, visszaadjuk a forgalomnak, kicsikét megjáratjuk, konszolidálódik a talaj, utána kap egy betonburkolat borítást, úgy egyeztünk meg az önkormányzattal, hogy nem kell visszaaszfaltozni, mert az út úgy is felújításra kerül, akkor pedig az alapnak kiváló lesz, tehát nem fog megsüllyedni. Az ivóvízhálózati rekonstrukció jelenleg az Adi, Holló és Molnár utcákat érinti. Itt is az előregedett hálózatot cserélik re, modern, flexibilis csövekre a dolgozók. Budai László ott jártunkkor éppen egy ilyen csatlakozáson dolgozott. Az új gerince rásüssük az új bekötésnek a zidombját, mink ezt békjónak hívjuk, és a saját anyagával rásüti a békjót az új gerincre. Ennyi történik. Elektromosan, elektrofittingnek hívjuk ezt a egesztős készüléket, és ez automatikusan ráegeszt. És utána csak meg kell fúrni, mikor nyomás alatt van, és rá lehet kötni a meglévő bekötésre. Régi cső nem marad, teljesen új bekötés lesz. Ugye teljesen új lesz a hálózat, a bekötések egyértelműnek kicserébe az egész. A munkálatok itt még legalább 2-3 hetet vesznek igénybe. Körülbelül az egyharmad van még hátra. 273 méter vezetéket kell fektetnünk, olyan 170-80 méternél álltunk ma reggel. Ez lesz az első lépés, hogy lefektetjük ezeket a főnyomó vezetékeket, kifertőtlenítjük, meg lesz a bakteriológiai vizsgálat, hogyha negatív baktereredményt kapunk, akkor kezdődnek a rákötések. Még van 13 rákötés a lakásoknak a bekötése, és akkor utána meg lesz a régi vezetéknek a kiinjektálása, annal lekötünk, akkor lesz kész a munka, csak a burkolat helyreállítás még ezután fog következni. Kicsikét várnunk kell a burkolat helyreállításra, mert itt is elég sok esőt kaptunk, tehát nem optimális a víztartalma a talajnak. Ennek a konszolidációnak le kell játszani, szódni ahhoz, hogy később ne legyenek roskadások, burkolat, bontások. Emiatt egy kis türelmet kérünk még, de meg lesz a burkolat helyreállítása a végén.
Bárki bekapcsolódhat a jótékonysági kezdeményezésbe. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főszervezésében és a Magosz együttműködésével idén is elindult a Magyarok Kenyere program. A szándék változatlan, a Kárpát-medencében összegyűjtött búzából készült liszt és a belőle készült kenyér a szociálisan rászoruló gyermekekhez jut el. A kezdeményezés 8 éve indult, azóta az összegyűjtött búzából készült lisztet szétosztják a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeket gondozó magyarországi és határon túli szervezetek között. 2017-ben összesen 2392 magyarországi, illetve 1577 határon túli magyar gazda gyűjtött búzát, ebből 380 tonna liszt készült, ezt kapták meg a mintegy 80 ezer gyermeket ápoló és gondozó szervezetek. További információkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján találhatnak. Sok a friss zöldség és gyümölcs a halasi piacon. Mint megtudtuk, ezekben a hetekben leginkább a lecsóhoz való paradicsom és paprika fogy. A tapasztalatok szerint ezeknek a növényeknek a kilókéti ára hétről hétre csökken. A háziasszonyok a lekvár és befőtt alapjául szolgáló gyümölcsökből is sokat visznek, nyár lévén pedig természetesen a görög dinnye is sláger terméknek számít. A piaci kereskedők a nyár hátra lévő részében is szerdán és szombaton kínálják portékáikat. Örülnének, ha máskor is lenne ilyen lehetőség. Mobil kormányablak járta a térség településeit az elmúlt 2 hétben. A cél az volt, hogy azok számára is elérhető legyen a kormányablak szolgáltatása, akik életkoruk vagy egészségügyi állapotuk miatt nehezebben jutnának el Kiskunhalasra vagy Tompára, ahol ilyen ügyfélszolgálatok működnek. A kiskunhalasi járás településeinek sorában ma a harkakötönyiek számára nyílt lehetőség a mobil kormányablaki ügyintézésre. Miskei Istvánné is örült a lehetőségnek, hiszen észrevette, hogy a személyi okmánya hamarosan elveszíti érvényességét. Most nekem épp a személyigazolványom, illetve most jöttem rá, hogy lejár hamarosan, és láttam, hogy itt az autón kihasználom az alkalmat, és nagyon gyorsan megcsináltatom, mert jövő héten meg már nem vagyunk addigra, már érvénytelen, és ez egy nagyon szerű alkalom volt nekem most. Ön szerint jó lenne, ha sűrűbben járnának így a hivatalok? Valószínű, igen. Sokkal több mindent el lehetne egy helybe intézni. Gondolom, hogy mindenkinek ez nagyon jó lenne, nem kell itt utazgatni a városba, ahhoz, hogy el tudja a dolgait intézni. Az ügyintézőket mindenhol nagy örömmel fogadták, sok időt és utazást lehetett így megspórolni. Személyi okmányok pótlását, cseréjét azt nagyon-nagyon nagy népszerűség övezi. A gyermekeknek a diákigazolvány igénylése, illetve az ügyfélkapu nyitása az, ami úgy látom, hogy elég nagy sikert örvend a kedves lakosság körében. Nem kell átutazniuk közeli városokba, más településre, hanem tényleg az, hogy helyben elintézhetik. A járási hivatal vezetője úgy gondolja, a projekt elérte a célját. Többen azzal a kérdéssel fordultak a kollégákhoz, hogy vajon mikor jövünk legközelebb. Ez az, ami még a úgymond a jövő zenéje. Jelen pillanatban a kormányhivatalnak a megyébe ez az egyetlen egy busza van, kormányablak busz, ami most mögöttünk áll. Főleg úgy érzékeltük, hogy kisgyermekes szülők jöttek a gyermekeiknek személyokmányokat készíteni leginkább, illetve szépkorúak, időskorúak, akik mondjuk a mozgásuk révén nehezebben tudnak a fizikai kabba, tehát akár Kiskunhalasra, akár Tompára bejutni. És még azt tapasztaltuk leginkább, hogy a külterületen, tehát a tanyás térségekben élők használták ki ezt a szolgáltatást, és vették igénybe a kormányablak által nyújtott lehetőséget, mobil kormányablak által nyújtott lehetőséget. A héten még a kunfehértóiak számára lesz lehetőség az ilyen jellegű mobil ügyintézésre. A 2 hétben heti 59 órában dolgozott a mobil kormányablak, a kabbusz, és ez alatt a 10 nap alatt közel 250 ügyfél fordult meg nálunk a legkülönbözőbb ügytípusokba, kérelmekkel, és a fennmaradó 2 napban az a település következik, amely még a szórásból úgymond kimaradt, ez Kunfehértó, 12-én bent a községnek a központjában, a polgármesteri hivatal előtt vagyunk megtalálhatók, 13-án pénteken pedig kinn a tófürdőn, a büfésoron található meg a kormányablakbusz.
Olaszországban egy nemzetközi fitness edző táborban vettek részt a Halas Fitness Egyesület versenyzői Tóth Péter elnök vezetőedző irányításával. A hagyományosan Európa egyik legszínvonalasabb tematikus táborában Kis Mira, Döme Vanessa, Suhajda Csenge és Szejc Blanka képviselte városunkat. Tóth Péter a szakszövetség felkérésére akrobatika tréningeket vezetett a magyaron kívül a spanyol, olasz és ír fitkideknek. Az edző tábora résztvevők egyöntető véleménye szerint rengeteg lehetőséget nyújtott a fejlődéshez és az őszi versenyidény eredményes rajtjához. A méhekre nem lesz veszélyes a felhasznált anyag. A Kiskunhalasi Városgazda ZRT-től kaptuk azt az információt, miszerint július 16 és 31-e között egy megbízott vállalkozó permetezi majd a város területén található platánfákat. Pontos időpontot előre nem nagyon lehet mondani, mert ezt a munkavégzést jelentősen befolyásolja az időjárás. Ha optimálisak a körülmények, akkor a megadott időpontra be tudják szórni vegyszerrel a fákat a szakemberek. Híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat. Mobiltelefonokat és pénzt is loptak. Ha értéket visznek a strandra, tegyék azt a széfbe. A Tinódin lassan végeznek, a Molnár utca környékén még sokat ennivaló. Ivó és szennyvíz hálózati felújítást végez a városban a Kiskunvíz Kft. Jótékony gazdák, tavaly 380 tonna liszt gyűlt össze a gyerekek javára. Örülnének, ha többször menne. Ma Harkakötönyben volt elérhető a mobil kormányablak. Kedves nézőink, arra kérem önöket, maradjanak továbbra is velünk. Rögtön jön az időjárás előrejelzés, majd pedig a napi mozaik rovatunkat láthatják. 7:30-kor kezdődik a Beszéljünk róla magazin. Kevés és drága a gyümölcs, állítólag azért, mert nem jó fajtákat termelünk itt a térségben. Hamarosan tehát jönnek a részletek a mezőgazdasági témakörben. Friss hírösszefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Most búcsúzom, viszontlátásra!